A Sárospataki Szeplőtelen Fogantatás templom, vagy közismertebben a római katolikus templom 7 évvel ezelőtt kapta meg a Bazilika Minor címet. Erre emlékeztek a hívek annak az ünnepi szentmisének a keretében, amelyben Kecskés Attila főesperes plébános prédikációjában kiemelte, a templom felújítás és a Bazilika Minor cím előrevetít egy lelkiekben gazdagabb életet. Plébánosként és főesperesként a számomra azt a célkitűzést jelenti, hogy az a föld, az a nép, amely itt él, ezen a földön, Zemplénben, illetve Abaújban, ez ne csak a polgári életnek a javait, mondjuk így, hogy élvezze, hanem részesedjen mind abból a kegyadományból, amit a fölséges Isten adhat a mi számunkra. És én úgy fogalmaznám meg a célt, hogy ez a föld legyen a szentek és a szeretet földje. A 7. őszi Szent Erzsébet napok keretében a bazilika felújítása kapcsán elkészített kivilágított üvegablakot tekinthették meg a hívők, majd első alkalommal szólaltak meg az új harangok is. Majd innen a gyertyás menet egészen a várkápolnáig vezetett, ahol szentmisére várták a jelenlévőket. A 7. őszi Szent Erzsébet napok rendezvény sorozata ezen a héten gazdag és a lelki feltöltődésre lehetőséget adó programokra várja a híveket és az érdeklődőket.